Az a kérdésem, hogy szoktassam-e át a kutyámat egyik, hogyan szoktassam át a kutyámat egyik bolti tápról a másikra, találtam egy olcsóbbal, de nem eszi meg. Az átszoktatás az egy szintén egy visszatérő kérdés, és egy jó kérdés, mert gyakorta probléma, hogy elfogy, vagy át akarunk szoktatni egyik tápról a másikra, és hirtelen tesszük ezt. Megvonjuk a régit, vagy elfogyott, és egyszer csak adunk egy teljesen másik tápot. Ez részben azért lehet probléma, mert nem szokott hozzá a kutya az új ízhez, emiatt elutasítja. Egy. Kettő. Ha nem is utasítja el, esetleg ízlik neki, és teljes mértékben elfogadja, akkor viszont a gyomor bélrendszerét terheli meg a kutya, hiszen olyan alapanyagokból egy A alapanyag készlettel rendelkezett az egyik táp, és B alapanyagokból készlettel rendelkezett a másik táp. Ez nem teljesen egyforma. A kettő közötti emésztés különbség az hasmenést fog indukálni. Átmenetileg akár egy-két hétig is jelentős emésztési rendellenségeket fogunk tapasztalni a kutyánál, amelyek komoly kellemetlenséget, hasmenést feltételeznek. Tehát áttérni egyik tápról a másikra csak fokozatosan érdemes, nagyjából körülbelül egy hét alatt kell illik áttérni egyik tápról a másikra. Ez úgy történik, hogy elkezdjük keverni a tápot arányaiban folyamatosan átállítva egyre többet az új tápból, egyre kevesebbet a régiből. Egy ilyen mozgás van a táp összetételében, egyre többet adunk az újból, egyre kevesebbet a régiből, de ezt a kettőt együtt etetjük hosszú ideig, nagyjából egy hétig, és akkor hozzászokik a bélrendszere is, és a kutyának az ízlése is, a ízérzékelése is az új táphoz, amely így elfogadható lesz, és nem lesznek átmeneti emésztési rendellenességet.